Vármegyei közgyűlés, az ukrán gabona okozta helyzetről is tárgyaltak a képviselők. Mesés csődület, báb előadással és játékokkal várták a gyerekeket a Máté Szalkai könyvtárban. Az állatok világnapja, látványetetéseket is tartottak a Nyíregyházi állatparkban. Egyes hírek szerint már Szlovákiából és Romániából is érkezik tisztázatlan körülmények között ukrán gabona Magyarországra. Erről is szó esett a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés mai ülésén. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A vármegyei közgyűlés tagjai pártállástól függetlenül egyetértettek abban, hogy további szigorú ellenőrzésre van szükség az ukrán gabonával kapcsolatban. Az ellenőrizetlen alapanyagok ugyanis nem csak a piacot teszik tönkre, de az egészségre is ártalmas lehet. Hosszú idő után újra rendes üléssel folytatta munkáját a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés. Az előzetesen tárgyalt előterjesztések elfogadása mellett kiemelt téma volt az ukrán gabona aktuális helyzete Magyarországon. A témával kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vármegyei igazgatóságának határrendészeti igazgatóhelyettesét, Leskú Jánost kérdezték a képviselők. Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője aggáját fejezte ki amiatt, hogy kellően szigorú-e a most fenntartott rendszer. Azt mondta, biztosítékkel arra, hogy az ukrán gabona nem marad Magyarországon. Az ugyanis nem csak az agrárvállalkozásokat teszi tönkre, hanem népegészségügyi kockázatokat is magában rejt. Mindannyian érezzük azt a felelősséget, hogy mi nyomja a vállunkat. Igazából nemzetgazdasági kérdés, élelmezés egészségügyi kérdés, népegészségügyi kérdés, és sok minden más is a magyar agrárium mezőgazdaságnak a jövője. Most jelenleg ezt az évet látva igen közel kerültünk a csőd széléhez. És számomra még mindig vannak olyan jelentős kérdések, amit a politikumnak kéne tudnia kezelni, de főleg a törvényhozásnak, nem a megyei közgyűlésnek. Mi csak szorgalmazni tudjuk, vagy inspirálni tudjuk őket, hogy ebbe valahogy hathatósan vegyenek részt. Ugyanis számomra még mindig nem megnyugtató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása, miszerint a beérkező termékeknek zárt rendszeren keresztül el kell jutniuk külföldre, adott esetben mondjuk harmadik országba, Olaszországba, stb. Sorolhatnám még. De semmilyen garanciánk nincs arra, hogy a keletről érkező és tranzitútvonalként Magyarországot használó árucikkek, azok ugyan lehet, hogy kiérkeznek Olaszországba, de vajon hogyan érkeznek vissza onnan? Erre a kérdésre keressük a választ, erre a kérdésre próbálunk meg valamiféle megoldást találni. A kormány reagálva az Európai Unió ukrán gabona import tilalmának feloldására 3 héttel ezelőtt nemzeti hatáskörben egyoldalúan meghosszabbította és kiterjesztette az import stoppot. Az elmúlt 1,5 év ugyanakkor hatalmas károkat okozott a hazai agrárpiacon. Ráadásul, mint az a közgyűlésen is elhangzott, ukrán gabona nem csak Ukrajnából érkezett Magyarország területére. Az külön nehézség, hogy az Európai Uniónak a közös politikája miatt, a termékek és szolgáltatások korlátlan áramlása miatt ezek a termékek fentülhettek Szlovákiából, illetve Romániából is. Ennek úgy próbálják gátat vetni a kormányzat, illetve az állam, hogy a NÉBI fokozott ellenőrzéseket végez bizonyos pontokon a belépő kamaraszállítmányoknak a minőségét, illetően ami Szlovákiából, illetve Romániából jön, ilyen módon kiszűrjék az ukrán GMO-val fertőzött és olyan növényvédőszerekkel fertőzött gabonát, amit már Magyarországon, illetve Európai Unióban régen-régen betiltottak. Annál is inkább feláborító ez a magatartás, hiszen arról volt szó, hogy az afrikai éhezőket segítik ezek a élelmiszer szállítmányok, gabona szállítmányok. Ehhez képest az Európai Unió piacain tűnnek fel, és ezzel nem az ukrán kistermelők, parasztok megéletését segítik, hanem néhány multinacionális vállalatnak a profitérségét elégítik ki. A szerdai közgyűlésen összesen 9 napi rendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legközelebbi rendes ülést a tervek szerint november 2. felében rendezik meg a Vármegyeházán. Országos aláírásgyűjtésbe kezd a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy tiltakozzon a WHO pandémia szerződése ellen. A párt országgyűlési képviselője Apáti István Nyíregyházán azt mondta, szerintük a szerződés rendkívüli mértékben korlátozza az egyes tagállamok szuverenitását és az emberek egyéni és kollektív szabadságjogait. Mindaz, amit 2020-21-ben kvázi próbaüzemként a nyakunkba zúdult és megtapasztaltuk a COVID nevű világprojekt kapcsán, bármikor megismétlődhet, és tulajdonképpen
a WHO élén egy etióp marxista terrorista, nem túlzás, egy etióp marxista terrorista bármikor veszélyhelyzetet, járványhelyzetet hirdethet Magyarországon a magyar kormány helyett, és bármikor azt mondhatják itt a Szabolcs-Szentmárberek vármegyében élőknek is, hogy meghatározott időpontig nem jöhettek ki közterületre, nem mehettek dolgozni, vagy ami még veszélyesebb, oltásra kötelezés indulhat meg, mindenféle kísérleti vakcinák kötelező beadását a kisgyermekektől az aggasztjánokig, az erre való kötelezést eldöntheti a WHO. Idén még nem követelt életet a vármegyében a mustgáz, de a szüreti időszakban nem lehet elégszer elmondani a borászoknak, hogy milyen veszélyes lehet a pincékben összegyűlő széndioxid. A szakemberek azt javasolják, minden esetben égőgyertyával közelítsék meg a pincéket, hogy elkerüljék a mérgezést. A pincét pedig érdemes gyakran szellőztetni. Ha mégis megtörténik a baj, a 112-es segélyhívót kell hívni. A vármegye határtól néhány kilométerre, a tokai borvidéken is kezdetét vette a szőlőszüret az utóbbi hetekben. Itt születnek az ország legmagasabb alkohol, cukor és savtartalmú borai. Bár hegyalján jellemzően több generációs tapasztalt borászok tevékenykednek, a pincékben erjedő mustgáz veszélyeire itt is minden évben felhívják a figyelmet. A mustgáz az erjedés közben felszabaduló színtelen, szagtalan széndioxid, amely oxigén hiányt okoz a boros pincében. Nagyon veszélyes időszakban vagyunk, ugye a borászok most erjesztik a mustjaikat borrá. Az alkoholos erjedés folyamán ugye mustgáz keletkezik, amely nehezebb a levegőnél. Tehát felhívom nyomatékosan mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon vigyázzon. Ugye nyilván a pincéink természetesen a föld szintjétől lejjebb helyezkednek el, hiába van jó szellőzés egy adott pincének, mindig óvatosan járjunk el, egy égőgyertyával az orrunktól lejjebb tartva közelítsük meg a pincét a biztonság kedvéért, hiába szellőztettük át, nagyon-nagyon veszélyes, mindenkinek felhívom a figyelmét erre. Ugyan Szabolcs-Szatmár-Bereg nem tartozik a klasszikus bortermelő régiók közé. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz minden évben érkezik segélyhívás mustgáztól való rosszul lét miatt. Leginkább a szőlőtermesztéssel, a borkészítéssel kapcsolatban keletkezhet mustgáz, de más nagy cukortartalmú gyümölcsök, növények eredése során is keletkezhet. Való igaz, hogy nem vagyunk a leghíresebb bortemelő vidékek közé sorolva, de számos olyan település van, ahol még végzik ezt a tevékenységet. Amire nagyon kell figyelni, hogy ilyenkor erjedés folyamatában a talajszint alatti létesítményben, elsősorban hogy a pincékről beszélünk, ahol végre bevegy ez az erjedési folyamat, mindig győződjünk meg arról, hogy nem-e keletkezett-e széndioxid a helyiség alsó részében, hiszen egy olyan gázról beszélünk, amely a levegőnél jóval nehezebb, mert ha ott ez felgyülemlik, felhalmozódik, akkor az súlyos balesetveszélyt jelent. Leskovics Zoltán hozzátette, ha kellő óvintézkedések ellenére is megtörténik a baj, azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. Báb előadással, játékokkal, versenyekkel várták a családokat a hétvégén Máté Szalkán a Képes Géza városi könyvtárban. A mesés csődületet immár negyedik alkalommal szervezték meg. Az volt a cél, hogy a gyerekek már fiatalkorban rendszeres könyvolvasókká váljanak. Ritka látvány, hogy könyvespolcok között dobnak célba a gyerekek. A múlt héten ezt is lehetett a Máté Szalkai Városi Könyvtárban. Sőt, kézműves foglalkozásokat is tartottak. A programsorozatot a Népmese napja alkalmából szervezték a múlt héten. Az egész hét egyébként nálunk a meséről, a népmeséről szól, ugyanis már kedden, szerdán, csütörtökön óvodásokat láttunk vendégül az olvasóterembe, és mi olvastunk meséket, illetve papírszínház előadást nézhettek meg a gyerekek. Pénteken pedig egésznapos meseolvasásra jöttek az általános iskolások, alsó tagozatosok, és gyakorlatilag 9 órától 4 óráig egyfolytában mesét olvastak. Nagy-nagy örömömre szolgált, mert már több mint 10 éve van ez, hogy Benedekelek mesefájára felragasztjuk a mesélők nevét, hogy most olyan hatalmas termése van a fának, hogy nem is lett elég, amit kivágtam körtefigura, hanem bizony még almát is kellett ráragasztani. Kecske Béka Béla! Igen, és tanár úr! Báb előadáson is szórakozhattak a gyerekek a könyvtárban. Negyedik éve szervezik meg szeptember végén a Mesés csődület című rendezvényt.
Az a célja a könyvtárosoknak, hogy újra olvasóvá tegyék a családokat. Egyre kevesebb gyerek olvas, sajnos. De én azt gondolom, és ezért is van ez a program is így kitalálva, hogy a szülői minta az, ami a legfontosabb. Mert ha a szülő olvas minden nap a gyerekének, ha csak egy-egy mesét, azzal már igenis rászokatja arra, hogy könyv van előttük, hogy a könyv az fontos, és akkor ebből talán tanul egy kicsit a gyerek, és a későbbiek folyamán igénye lesz arra, hogy minden nap elővegye azt a könyvet, a mesekönyveket, aztán majd később a ifjúsági regényeket, és hát a fiúk legfőképp az ismeretterjesztő könyveket. Aztán jön a mi feladatunk, a pedagógus, az óvónéki, a pedagógusoké és a könyvtárosoké. Ha már a szülő megalapozott kellőképpen, mi akkor tudunk igazán sokat tenni. Természetesen az is előfordult már, hogy nem olvasó gyerekből sikerült megfelelő könyvvel. Ez nagy-nagy öröm, amikor egy ilyen dolog megtörténik, hogy egy megfelelő könyvvel sikerül olvasóvá nevelni a gyereket. Ez hatalmas dolog szerintem. És hát ugye ez is lenne a mi feladatunk. Szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja, a népmese napja. Elsőként 2005-ben szervezték meg az országos Széchenyi könyvtár kezdeményezésére. Vereséget szenvedett az Amatőr NB1 nyitó fordulójában a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki-Gyuláni együttese a fehér csoportban az Ajkát fogadta, és a vendégek 69-54-es győzelemmel távoztak a Szent Imre csarnokából. Az NKS vasárnap Debrecenben lép pályára. Mindössze egy cserével, de rutinos játékosokkal érkezett az Ajka, amely az első negyedet 14 ponttal nyerte. A második játék részben 7 pontot ledolgozott hátrányából az NKS, fordulás után pedig igyekezett tovább zárkózni a házigazda. A negyedik negyedben 1 pontra csökkent a különbség, fordítani azonban nem sikerült. A hajrá az Ajkáé volt, így a vendégek végül 15 pontos győzelmet arattak. Egész héten mindenféle problémákkal küzdöttünk, sorban családi okok, sérülések, munkahely, betegség, minden volt, még ma reggel is, és hát úgy jöttünk le, hogy muszáj lejátszani valahogy a mérkőzést, de azt hiszem észre, hogy életem során ez már így a harmadik, negyedik ilyen mérkőzés, ahova ilyen 6-7 emberre lehet lemenni, és valahogy olyan plusz töltetet kap a csapat, hogy szinte mindegyik meccsről így győztesen jöttünk le. Alapvetően álmomban se gondoltam volna, tehát hogy tényleg le a kalappal a jelenlévő 6 játékosa, főleg úgy, hogy az egyik még tegnap hőemelkedéssel küzdött, de azt gondolom, hogy taktikailag, emberileg mindenhogy ma jelesre végeztek. A hazaiak szakmai igazgatója nem csak az eredmény miatt volt csalódott a mérkőzés után. Azt tudjuk, hogy ez egy teljesen átalakult csapat. Keveset tudnak együtt edzeni, mert azért vannak vidékről érkező játékosaink is, de ez nem mentesít bennünket az alól, ami itt ezen a pályán történt. Tehát azokat a dolgokat, amiket az előző évben meg tudtunk valósítani, legyen az higgadság, legyen az küzdeni akarás, küzdeni tudás, abban mi ezen a mai mérkőzésen igazából nem sok mindent láttunk. Tehát itt én úgy gondolom, hogy itt 3,5 ember az, akire azt mondhatjuk, hogy ő valamilyen szinten itt kosárlabdázott. Az összes több azok ugye voltak, próbálkoztak felnőni ez a feladathoz, ami nem sikerült. Ugye azt is azért tudni kell, hogy itt az ellenfél csapata, ugye az egy halom rutinos játékosban álló csapat, akik ugye, ha nem is, vagy nincsenek is sokan, azért rutinból nagyon sok mindent meg tudnak oldani. A másik az, hogy ez a 2-3 zóna, az ugye egy az egybe megölt bennünket, tehát amit az ellen játszani kellett, azt pontosan nem tudtuk megoldani. Tehát minden szinten, amit el lehetett rontani ezzel a mérkőzésen, azt mindent elrontottunk. A nyíregyházi kosársuli legközelebb vasárnap a bajnokságot szintén vereséggel kezdő Debrecen otthonában lép pályára. Október 4-e az Állatok Világnapja, az állatok védőszentjére, Assisi Szent Ferencre emlékezünk ilyenkor. Nyíregyházán az állatparkban látványetetésekkel várták a látogatókat, bárki megnézhette, hogy hogyan étkezik a szumátrai tigris vagy a fehér oroszlán. Érkezik a gyereksereg a nyíregyházi állatparkba. A látogatókon kívül óvodás és iskolás csoportokat fogadnak a következő 2 hétben.
az Állatok Világnapja alkalmából ilyenkor mindig különleges programokkal készülnek a szervezők. Az idei rendezvény kiemelt témája az állatvilág sokszínűsége és védelme. Az állatparkban az Állatok Világnapja már hagyomány, több évtizede jellemző, hogy ilyenkor fogadjuk az iskolás csoportokat, hiszen az állatpark tulajdonképpen maga egy élő szertár az 5000 állatával, és a tudatformálás, a szemléletformálás nagyon fontos szerepe és közege ez a hely. Rengeteg különleges programmal várjuk a mai napon a vendégeket, lesznek látványtetések, de lesznek CITES kiállítás bemutatóink is, illetve a Nem szeretem állatokkal is megismerhetnek a vendégek. Jól látható, hogy már mögöttem tózódik a tömeg, hiszen rengeteg intézményből érkeznek hozzánk. Kaptunk e-mailt és tájékoztatást, én beszéltem többször az állatparknak a dolgozóival is, és hát az, hogy mire számítsuk, azt nem tudjuk, de most már talán lesz valami fogalmunk, hogy a tigrisek ugye egyébként nem szokásos ez a látványetetés, mindig délután kapnak esti órákban enni, és most viszont ilyenkor, úgyhogy hajrá, megnézzük, hogy mi lesz. A látványetetések sora a világ legritkább tigrisfajánál, a szumátrai tigrispárnál kezdődött. Összesen 400 egyedél belülök a természetben és 300 állatkertekben. A kihalás szélére került alfajról van szó, majd figyeljétek meg, hogy elég kicsúrt a testalkatúak, és kis sörényt is viselnek a popincójukon, innen lehet megkülönböztetni a többi tigris alfajtól. Ez pedig már a fehér tigrisek kifutója. Itt egy jellegzetes hanggal csalogatják elő a vadállatokat. A fehér oroszlánok a trópusi ház lakói, ők is dobozba rejtve kapták meg a különleges falatokat. A látványos programok közben a gyerekek számos érdekességet tanulnak a vadvilág rejtelmeiről. Melyik látványetetés tetszett a legjobban? Nekem a fehér oroszlánok tetszettek a legjobban. Azért tetszettek, mert nekem azok a kedvenc állataim, és szeretem őket. Sok mindent megtudtatok most, és hogyha igen, akkor melyik volt a legérdekesebb információ ez alatt a kis vezetés alatt? Sok mindent megtudtunk, nekem minden tetszett, az idegenvezetőt is mindent figyeltünk, amit mondott, követtük a tanárokat is, meg mindent, figyeltük, hogy esznek, meg hogy szerzik meg az élelmet, meg ahogy játszanak, de nekem nagyon tetszett minden. Volt olyan információ, ami új volt nektek? Nem. Igen. És mi volt az? Hát, hogy a nőstény szerzi be az ennivalókat, és a hím pedig eszi meg először. Nekem az új információ volt. A zöld piramisban már testközelből is ismerkedhettek az esőerdők lakóival a gyerekek. Ő egy királypiton, vagy angolul labdapitonnak is hívják. Az Állatok Világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc napján rendezik meg világszerte. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Egyes hírek szerint már Szlovákiából és Romániából is érkezik tisztázatlan körülmények között ukrán gabona Magyarországra. Erről is szó esett a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés mai ülésén. A képviselők pártállástól függetlenül egyetértettek abban, hogy további szigorú ellenőrzésre van szükség az ukrán gabonával kapcsolatban. Az ellenőrizetlen alapanyagok ugyanis nem csak a piacot teszik tönkre, de az egészségre is ártalmas lehet. Báb előadással, játékokkal, versenyekkel várták a családokat a hétvégén Máté Szalkán a Képes Géza városi könyvtárban. A mesés csődületet immár negyedik alkalommal szervezték meg. Az volt a cél, hogy a gyerekek már fiatalkorban rendszeres könyvolvasókká váljanak. Október 4-e az Állatok Világnapja, az állatok védőszentjére Assisi Szent Ferencre emlékezünk ilyenkor. Nyíregyházán az állatparkban látványetetésekkel várták a látogatókat. Bárki megnézhette, hogy hogyan étkezik a szumátrai tigris vagy a fehér oroszlán.
Október 4-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda éjszaka borult idő várható, de eső nem lesz. A hőmérséklet 9 és 12 fok közötti értékekre hűl vissza. Csütörtökön napközben folytatódik a borult idő, csapadék nem várható. A hőmérséklet késő nyárias marad, 18-20 fokra lehet számítani. A hét további részében is a maihoz hasonló időjárás valószínű.